Ismét Rócsányi László ügyét tárgyalták Brüsszelben, a jogi bizottság másodszor is elutasította kinevezését. Tűz, majd zavargás volt az egyik befogadótáborban Lesboszon, a rendőrök könnygázzal oszlattak. Csaknem 11%-kal nőttek a bérek júliusban, közölte a KSH, 360 ezer forint fölött van a bruttó átlagkereset. És helyenként méteres a hó az Egyesült Államokban, több települést nem lehet megközelíteni. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán, Székely-Varga Edina vagyok, köszöntöm Önöket. Ismét Trócsányi László ügyét tárgyalta az Európai Parlament jogi bizottsága azután, hogy múlt héten összeférhetetlenséget állapítottak meg az uniós biztosi kinevezésével kapcsolatban, és ezúttal is elutasították. Most kapcsolunk Brüsszelbe, ott van Varacka Eszter. Eszter, ez egy zárt ülés volt, lehet-e tudni azt, hogy mi történt a teremben? Jó napot kívánok! Az elbeszélések alapján tudjuk, hogy mi történt a teremben. Állítólag az volt a terv, hogy végigmennek azon a levélen, azon az ajánláson, amit a bizottság a múlt héten fogalmazott meg a két jelölttel kapcsolatban, a román és a magyar biztos jelölttel kapcsolatban. És úgy volt, hogy akár mondatonként is szavaznak róla, de végül azt, hogy szavazzanak mondatonként, leszavazták. Tehát tartalmi kérdésekről voltak éppen, ha jól tudjuk, nem esett szó a teremben. Egyetlen egy szavazás volt végig, amelyben a bizottság arról döntött, hogy hogy látja, alkalmas-e Trócsányi László és a román biztos jelölt arra, hogy európai biztos jelölt legyen, vagy pedig van-e valami összeférhetetlenség, ami ezt megakadályozza. Trócsányi László esetében titkos szavazás volt, de úgy tudjuk, hogy 12-9 arányban szavazták le. Tehát azok többen voltak, akik úgy gondolják, hogy Trócsányi László összeférhetetlenség miatt nem alkalmas biztos jelöltnek. Egyébként a juri bizottságnak, a jogi bizottságnak lett volna lehetősége más változatot is elfogadni, például megkérhette volna a jelölteket, hogy mondjanak le mondjuk olyan üzletrészről, ami az összeférhetetlenséget okozza, vagy szüntessék meg ezeket a kapcsolataikat, illetve megkérhette volna az Európai Bizottság leendő elnökét, hogy módosítson a biztosok tárcáin, vagy hajtson végre tárcacserét, de a bizottság nem ezt választotta, hanem az úgynevezett nukleáris opciót, tehát kategorikusan elutasította mindkét jelöltet. Magyar reakciókat tudok elején most még gyorsan mondani. Szájer József úgy fogalmazott, megismételte Dajs Tamás tegnapi kijelentését, és azt mondta, hogy politikai lincselés történt ma itt az Európai Parlament jogi bizottságában, és különös tekintettel kifogásolta azt, hogy tartalmi vita végül is nem folyt, egy politikai döntés született. Ahhoz képest, ami múlt csütörtökön történt, semmiféle változás nem történt ahhoz képest. Mit jelent ez a döntés, hogyan tovább? A következőkben ez a bizottság megfogalmaz egy levélben a mai állásfoglalását, ezt elküldi az Európai Parlament elnökének, a parlament elnöke pedig megkeresi a levél az Európai Bizottság leendő elnökét. Ursula von der Leyent egyébként jogilag ez a bizonyos határozat nem kötelezi semmire, hiszen ez a parlament eljárási szabályzata által rögzített eljárás, tehát ő saját hatáskörében akár úgy is dönthet, hogy Trócsányi Lászlót és a román Rovana Plumbot megtartja biztos jelöltként, de hát itt azt kell mérlegre tennie, hogy mivel árt, illetve mivel kedvez többet a következő Európai Bizottságnak, amelyről, mint tudjuk, az Európai Parlament még szavaz október 23-án. Varacka Esztert kapcsoltuk, köszönjük szépen! Tűz volt a leszboszi Mória táborban. A konténerlakások között csaptak fel a lángok, mivel a tábor túl zsúfolt, nehéz volt az oltás és a menekülés is. Egy nő és gyereke életét vesztette. A tűz után a migránsok fellázadtak, mert szerintük a hatóságok nem jól kezelték a helyzetet. Végül a görög rendőrök könnygázzal voltak kénytelenek oszlatni a tömeget. A görög szigeteken rekordszámú 30 ezer illegális bevándorló tartózkodik, és folyamatosan újak is érkeznek. Sűrű fekete füst szállt fel a Moria befogadó központból. Telefonnal készült felvételek készültek arról, hogy az ott élők azt nézik, amint leégnek a konténerlakások. Fényképeken látszik, milyen nagy erővel pusztított a tűz. Ez a füst már nem a tűz miatt keletkezett, hanem könnygáz, amit a görög készenléti rendőrök lőttek ki a táborban. A migránsok ugyanis fellázadtak, mert szerintük a tűzoltók későn reagáltak, és hosszú percek után kezdték csak oltani a lángokat. Megdobálták a kiérkező rendőröket és tűzoltókat. Majd miután a görög hatóságok bevetették a könnygázt, mindenki menekülni kezdett, és lenyugodtak a kedélyek. Két ember, egy nő és a gyereke vesztette életét a tűzben.
Órákkal a tűz fellobbanása után a migránsok visszamentek a konténerekhez, azt nézték, mi maradt abból a kevésből, amiük volt. Az ehhez hasonló tragédia szinte borítékolható volt. A 3000 ember befogadására alkalmas táborban jelenleg 12 ezeren élnek. Lesbos fővárosának polgármester azt mondta, a jelenlegi állapotot nem lehet tovább fenntartani. Több ezer embert a lehető leggyorsabban a görög szárazföldre kell szállítani. Az északi égei tengeri szigetek kormányzója pedig úgy fogalmazott, patthelyzet alakult ki a térségben, mert először Európa zárta le a határait, majd Görögország húzott határt a szigetek és a szárazföld közé, így a migráns krízis kizárólag a szigeteket érinti. Kértük, hogy evakuálják innen a migránsokat, és csak annyi maradjon, amennyit a sziget képes ellátni. Azt is kértük, hogy Görögország drasztikusan csökkentse a befogadások számát. De attól tartok, ha innen el is viszik a bevándorlókat, pillanatok alatt újak jönnek a helyükbe, mondta a regionális kormányzó. Lesboszra az utóbbi hetekben folyamatosan érkeznek az illegális bevándorlók, augusztusban és szeptemberben is 9000-en jöttek. Az elmúlt 3 évben, vagyis amióta az Európai Unió és Törökország egyessége révén Ankara vállalta, hogy megakadályozza, hogy migránsok átkeljenek az Égei-tengeren, nem érték el ilyen sokan Európa határait. Lesbos, Hios, Samos, Léros és Kós szigetén rekordszámú, több mint 30 ezer menedékkérő várakozik, hogy tovább utazhasson Nyugat-Európába. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1-en azt mondta, az ENSZ-nek a migráció dicsőítő és inspiráló törekvései nagyon jól jönnek az embercsempészeknek. Az embercsempészek üzleti modelljét az erősíti, hogyha a migrációt támogató folyamatok politikai szintre kerülnek, hiszen minél több ember fejében értelmeződik úgy a globális politika, mint hogyha a migrációt az könnyebbé tenné, akkor annál többen bíznak meg embercsempészeket azzal, hogy vigyék őket A pontból B-be. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, a migrációt ösztönzi az olasz kormány döntése is, hogy megnyitották a dél-olaszországi kikötőket, illetve az a brüsszeli politika is, amely szétosztaná a migránsokat a tagországok között. Mint fogalmazott, ez arra inspirálja az emberek tömegeit, hogy újabb dollármilliókkal tömjék ki az embercsempész hálózatokat, és közvetve a terrorszervezeteket is. Csaknem 11%-kal nőttek a bérek júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 362.600 forint volt, a nettó pedig a kedvezményeket is figyelembe véve 248.600 forint. A legtöbbet a pénzügyi és biztosítási szektorban dolgozók keresték. Az év első 7 hónapjában is hasonló mértékű, több mint 10,5%-os volt az emelkedés éves alapon. Varga Mihály pénzügyminiszter az M1-en azt mondta, hogy a számok is azt mutatják, hogy a bérek növekedése változatlan a magyar gazdaságban. Az alapvető oka a bérek növekedésének egyrészt a gazdaság növekedésében keresendő. A gazdaság 5% fölötti növekedése újabb munkahelyeket teremtett az elmúlt időszakban. Ezek a munkahelyek pedig továbbra is a munkaerőpiaci kihívásokat erősítették, hogy finoman fogalmazzak. Tehát arról van szó, hogy a jól képzett munkaerő megbecsülése, megfizetése az a vállalkozások számára egy lehetőség ezeknek a munkaerőknek a megtartására. A kormány kiemelt célja, hogy mindenkinek, azoknak is biztosítsa a munkavégzés lehetőségét, akik valamilyen hátránnyal indulnak. A szociális ügyekért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a fogyatékossággal élők számára a munkavégzés egyben az önálló élet megteremtésének alapját is jelenti. Fülöp Attila bejelentette, hogy októberben megjelenik egy pályázat, amely a megváltozott munkaképességű emberek munkához juttatását segíti. Szegénység legyőzésének, a családok jólétének, a családok jól létének a legfontosabb kulcsa az a szociális biztonság megteremtése. A szociális biztonság alapja pedig a munkavégzés, a foglalkozás lehetőségének megteremtése. Mert egy családi jólét, a családi jólét az mindig kéz a kézbe jár azzal, hogy valakinek van-e, rendelkezésre áll-e munkából végzett jövedelem. 55 milliárd forintból fejlesztik a Hungexpo Budapest kongresszusi és kiállítási központot. 2021-ig felújítják és korszerűsítik a meglévő pavilonokat, emellett 2 új kiállítási csarnokot, egy új fogadó épületet és egy kongresszusi központot is építenek. A beruházás alapkövét ma tették le.
Szalai Bobrovnicki Alexandra főpolgármester helyettes azt mondta, hogy a városvezetés az utóbbi években kiemelten kezelte a főváros infrastrukturális, kulturális, sport és turisztikai célú ingatlanfejlesztéseit, és hozzátette, hogy a Hungexpo kényelmes eléréséhez a közösségi közlekedést is fejleszteni fogják. Nincs sikeres Hungexpo sikeres Budapest nélkül, de Budapestnek is szüksége van egy erős Hungexpo-ra. Ma ennek a stratégiai partnerségnek a szimbolikus lépésének lehetünk tanúi. Hosszú távú partnerség ez a teljesen megújuló Hungexpo-val, amivel elmondhatjuk, hogy Budapest megint nagyot lépett előre azért, hogy a következő évek üzleti turizmusának egyik kiemelkedő szereplője legyen. Újra választott a pártelnöknek Orbán Viktort a Fidesz tisztújító kongresszusa. A miniszterelnök arról beszélt, hogy a Fidesz rendezett állapotban van, és hogy az igazán nagy dolgok most jönnek. A kormányfő hangsúlyozta, hogy megegyezésre kell jutni Európa két fele között, de ennek feltételei vannak, például az, hogy a magyaroknak joguk van a keresztény szabadság szerint élni. Orbán Viktor hozzátette, hogy Magyarország már nem egyedül áll az európai küzdőtéren. A Fidesz elnökévé 1406 szavazattal megválasztott Orbán Viktort gratulálunk. Így jelentették be a Fidesz tisztújító kongresszusán, hogy újra választották Orbán Viktor miniszterelnököt a nagyobbik kormánypárt elnökévé. Megtisztelő, az ország legnagyobb, legerősebb, egyetlen kormányképes pártjának elnökévé választottatok. Orbán Viktor arról beszélt, hogy a Fidesz rendezett állapotban van, jól halad a generációváltás, és hogy az igazán nagy dolgok most jönnek. Azt mondta, megegyezésre kell jutni Európa két fele között, de ennek világos feltételei vannak. Például az, hogy nekünk jogunk van a keresztény szabadság törvényei szerint berendezni az életünket. A keresztény szabadság a politikában nem valami elvont dolog. Nagyon is konkrét, érthető és kézzelfogható. Világpolgárság helyett hazafiak. Internacionalizmus helyett hazaszeretet. Azonos neműek kapcsolatának propagálása helyett házasság és család. Drogliberalizáció helyett gyermekeink védelme. Migráció helyett határvédelem. A kormányfő azt is mondta, a következő évtizedben döntő harc folyik majd Magyarország szuverenitásáért, de mint fogalmazott, már nem egyedül állunk a küzdőtéren. Hanem egy tekintélyes hadoszlop tagjaként. Lengyelek, csehek, szlovákok, magyarok, remélem ma estétől az osztrákok újra, és csak idő kérdése, hogy az olasz szabadság is újra zászlót bontson, s utánuk több is jön talán. A miniszterelnök kiemelte, ezek azok az országok, amelyek nem brüsszeli birodalmat, hanem az Európai Nemzetek Szövetségét akarják. Ezért, mint fogalmazott, nem vagyunk hajlandóak többé európai pénzből finanszírozni a velünk szemben ellenséges, sorosféle álcivil szervezetek garmadáját. Egy ideig úgy tűnhetett, hogy az ellenzék elásta a belső harcok csatabárgyát. Az elmúlt két nap óta azonban a vak is látja, hogy valójában inkább egymást ásnák el. Azt is mondhatnánk, hogy a jó zuglói szocialista párját ritkítja. Sokan látják úgy, hogy szerencsés a csillagok állása, mondta a miniszterelnök az önkormányzati választások kapcsán. Elmegy a szocialista polgármester jelölt a feleségével szavazni. Este eredményhirdetés, az MSZP jelöltnek 3 szavazat, mire az asszony: Józsi, neked van valakid. Nos, Orbán Viktor ugyanakkor arra kért mindenkit, hogy semmit ne bízzanak a szerencsére. A leckét ismerjük és megfizettük az árát, tette hozzá, hangsúlyozva, hogy ha nem dolgozunk napestig és körömszakadtáig, soha nem leszünk sikeresek. Mindenkit fel kell keresnünk, mindenkihez el kell mennünk és mindenkit el kell vinnünk szavazni. Mondta, kiemelve, ismeritek a törvényt, a kommunisták mind ott lesznek, legyünk ott mi is. Nagy győzelmet arathatunk, és az igazság az, hogy meg is érdemlitek ezt a nagy győzelmet. Megérdemlitek, mert ti voltatok azok, akik ott helyben, a faluitokban és a városaitokban megismertettétek az emberekkel a büszkeség és a célkitűzés bátorságának érzését. Láthatjátok, ez az érzés felemelő. Ez a legtöbb,
amit egy kormányzó párt adhat az embereknek. Egy jó döntéssel felemelhetsz egy várost, egy gazdasági ágazatot, az emberek egyik vagy másik csoportját. De ha visszaadod egy ország önbecsülését és visszaadod a célkitűzéshez szükséges lelki és képzelőerőt, akkor mindenkit, egy egész nemzetet emelhetsz fel egyszerre, tette hozzá. A kongresszus résztvevőihez szólva hangsúlyozta, ti éppen ezt tettétek meg, legyetek büszkék arra, hogy ti voltatok, akik ezt Magyarországon megtették. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország a következő évtizedben végleg maga mögött hagyja a szegénységet. Lesz mindenkinek munkája, otthona és tisztességes időskora. Beszédét a miniszterelnök pártelnök a szokásos fordulattal zárta. Magyarország mindenek előtt, a jóisten mindannyiunk fölött. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Tovább csökkent Karácsony Gergely népszerűsége egy friss kutatás szerint, a baloldali szavazók is elfordulnak tőle. Az M1-nek nyilatkozó elemző úgy fogalmazott, hogy a kiszivárgott hangfelvétel megrendítette Karácsony Gergely kampányát, és azon sem lehet csodálkozni, hogy Pál fordulásai után politikai ellenfelei elárulták az ellenzéki főpolgármester jelöltet. A történtek után Puzsér Róbert visszalépésre szólította fel Karácsony Gergelyt. Nem egy ember, meg két ember ismerte föl, hanem gyakorlatilag az összes ott lévő elnökségi tag. A napokban Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvétel a Párbeszéd elnökségi ülésén készült, a pártárselnöke Szabó Tímea szerint. Azon beszélni megfenyeget, hogy a 17. kerületben nyílt az Erzsébet-megyeri választás. Ezen a hangfelvételen beszél Karácsony Gergely például több ellenzéki kerületi polgármester jelölt esélytelenségéről. Rüttő Kata egyébként a 12. kerületben is indulhatott volna, hogyha én tudom ezeket a dolgokat. És arról is a Párbeszéd elnökségi ülésén lehetett szó, hogy saját szövetségeseik a szocialisták annyira korruptak, hogyha tehetnék, szétlopnák Zuglót. Ott igazából ott a helyi szocikon való kontrollt, az csak egy emezés politikus tudja érteni, hogy csinálni ez a helyzet. És ennek az alternatívája az, hogy egyébként sokkal jobb renoméjú, mondjuk volt kirúgott iskolai igazgató, akit nehéz szocik akarnak, aki két perc után nem fogja tudni, hogy hol van, és szétszett a mögötte minden. Tehát a Csabának legalább annyi eszem, hogy tudja, hogy mi az, amilyen börtönbe lehet menni. Nem tudom rekonstruálni, hogy pontosan hol történt. Karácsony Gergely először azt mondta, fogalma sincs, hogy kivel beszélgethetett. A beszélgető társam hangját, akit én egyébként éppen ezért nem tudok azonosítani. Néhány perccel később már tudta, hogy egy barátjával beszélt. Nyilván az ember a magánbeszélgetésekben más szavakat használ. 10 ember emlékszik ezekre a beszélgetésekre. Szabó Tímea szerint az elnökségi tagok mindegyike emlékszik ezekre a beszélgetésekre, és arra is, hogy mindez a képviselői irodaházban történt. Úgy tűnik, csak Karácsony Gergely nem emlékezett. A bal oldalon ugye lehet tudni azt, hogy mindenki mindenkinek az ellensége, és nagyon érdemes a hátuk mögé nézni. Ugye ezt Karácsony Gergely bizonyította be legtöbbször, ő azért nagyon sok pálfordulást bemutatott már. Éppen ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy valaki Karácsony Gergelyt is elárulta, hangsúlyozta a Nézőpont Intézet elemzője a hangfelvétel kiszivárogtatásáról. Nagy Dániel azt mondta, ez megrendítette Karácsony Gergely kampányát. A Nézőpont Intézet friss kutatása szerint az ellenzéki főpolgármester jelölt népszerűsége tovább csökkent. Már csak 38%-ot érne el egy most vasárnapi önkormányzati választáson. Tarlós István előnye ezzel szemben tovább nőtt. A szeptember elejé adatokhoz képest egyre kevesebb baloldali támogatja Karácsony Gergelyt, tehát azért ők is érzik azt, hogy ez a kampány nagyon vérszegény, ők is érzik azt, hogy nagyon rossz jelöltet sikerült találni, egy alkalmatlan jelöltet sikerült találni. A történtek után visszalépésre szólította fel Karácsony Gergely Puzsér Róbert. A főpolgármester jelölt szerint fontos politikusi erény ezt felismerni, ha ennek eljön az ideje. Úgy fogalmaz, most van itt ez a pillanat. Majd hozzáteszi, egy kicsiny lépés hátra Karácsony Gergelynek, egy hatalmas lépés előre Budapestnek. Politikai nyomást kell gyakorolni a műsor szerkesztésre, erről Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő beszélt a közmédia épületénél. Az ellenzéki képviselők ma reggel újra az MTVA-hoz vonultak. A DK, a Párbeszéd, az MSZP és liberálisok képviselője is arról beszélt, hogy szerintük hogyan kellene szerkeszteni a műsorokat. A közmédia vezérigazgatója azt mondta, hogy az MTVA nem enged a politikai nyomásnak és betartja a törvényeket. Valódi politikai nyomást kell gyakorolni, mi is ezért vagyunk itt. Politikai nyomást kell gyakorolni a közmédia műsor szerkesztésére. Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő szerint ezért jöttek az MTVA-hoz hétfőn. A Párbeszéd politikusa Kocsis Czáke Olivio arról beszélt, hogy szerinte mi lenne a dolga a közmédiának. Az MTVA munkatársainak az lenne a dolga,
hogyha mondjuk van két politikus között egy vita, mondjuk köztem és egy fideszes politikus között, akkor azt közvetítse. A DK-s Varjó László pedig azt követelte, hogy a közmédia élőadásban szervezzen politikai vitát. Teremtsenek lehetőséget valódi vitára. Ez pedig abban jelenik meg, hogy azt várjuk el, hogy szervezzék meg a Tarlós Karácsony vitát. Ezért nem ismeretlen. Később a képviselők bejöttek a közmédia épületébe, ahol az MTV a vezérigazgatója fogadta őket. Itt is arról beszéltek, hogy szerintük hogyan kellene szerkeszteni a műsorokat. A DK-s Gréci Zsolt egyenesen azt követelte, hogy mi hangozzon el élőadásban. Azt kérjük, mi a Demokratikus Koalíció képviselői ezt a kiáltványt olvassák be élőadásban. Ez a követelésünk, nem csak kérünk, hanem követelünk is. A másik pedig, hogy azért sem érdemes törvényre hivatkozni ebben az ügyben, hogy maguk miért nem hívnak ide ellenzéki politikusokat, mert előbb-utóbb úgyis minden rendszer véget ér. A Párbeszéd politikusa szerint ez nem befolyásolás, hanem kiegyensúlyozott tájékoztatás. Nem akarjuk befolyásolni, csak azt akarjuk, hogy egyensúly legyen ebben a tévében. Mi betartjuk a törvényeket, tehát a mi tartalom készítésünkre nem érkezett elmarasztalás. Tehát ezért mondom, amennyiben önöknek problémája van a pártarányukkal kapcsolatban, tegyék meg a megfelelő panaszokat. Pap Dániel vezérigazgató azt mondta, az MTV a betartja a törvényeket és kiegyensúlyozottan tájékoztatja az embereket. Mi egy pártoktól független közszolgálati intézmény vagyunk, tehát ez elképzelhetetlen, hogy egyik, másik párt minket irányítani próbálna. Az ellenzéki képviselők ezután kimentek az MTV-a épülete elé. Ahogy mondták, a közmédiában nem lesz vita a polgármester jelöltek és a főpolgármester jelöltek között, és szerintük marad a kiegyensúlyozatlan tájékoztatás. Természetesen nem fogják beolvasni a szombaton benyújtott DK-s kiáltványt sem. A sajtótájékoztatót végül egy spontán akció zavarta meg. Egy bohósz ruhás férfi ugyanis az ellenzéki képviselők decemberi közmédiás akcióját, vagy ahogy ő mondta, cirkuszolását utánozta. Prágában majd Budapestre látogat ma az unió soros elnöki tisztét betöltő Finnország miniszterelnöke. Antti Rinnét Orbán Viktor fogadja majd. A finn kormányfő tegnap arról beszélt, hogy minden EU tagállam késznek tűnik elfogadni, hogy az uniós forrásokat a demokratikus értékek tiszteletben tartásához kötik. A V4-en a Nemzetközi Hírügynökség arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben többször is támadták a finnek a magyar jogállamiságot, Finnországban valóban van ok aggodalomra. Nincs például önálló alkotmánybíróság, és több botrány is megrázta az országot, például az igazságszolgáltatással kapcsolatban. Botrány a finn igazságügyben, elkallódott fél ezer büntetőítélet. Ezzel a címmel közölt cikket néhány napja a V4 Nemzetközi Hírügynökség. Azt írták, Finnországban az elmúlt 6 évben összesen 579 ítélet akadt el a jogi regisztrációs központban. Vagyis bár ezekben a büntetőügyekben jogerős bírósági ítéletek születtek, azokat mégsem hajtották végre. Hozzáteszik, az igazságügyi tárcának elképzelése sincs róla, hogy történhetett ez. Az ügy néhány hete pattant ki Finnországban, annak ellenére, hogy a finn igazságügyi miniszter tárcája nem verte nagy dobra. És nem ez az egyetlen ilyen ügy. Év elején derült ki, hogy a finn hatóságok nem minden olyan bűncselekményt tesznek közzé, ami a migránsokhoz köthető. Februárban például az váltott ki felháborodást, hogy kiderült, migráns bandák fiatal lányokat terrorizálnak az országban. A Migrációkutató Intézet elemzése szerint, bár Finnország a migrációt alapvetően egy menedzselendő folyamatnak, az érkezettek integrációját pedig csupán egy megoldandó feladatnak tartja, ez az elképzelés megbukott. Felmérésekből ugyanis világosan látszik, hogy az Európán kívülről 2015 előtt érkezettek gyengén teljesítenek a finn munkaerőpiacon, és az integráció más formái is messze elmaradnak az ideális szinttől. Július 1-e óta Finnország tölti be az Európai Unió soros elnökségét. Programjában többek között a jogállamiság erősítését tűzte ki célul. Mindezt annak ellenére, hogy Finnországban gyakorlatilag nem létezik elkülönült alkotmánybíróság. Feladatait helyette a Parlament Alkotmányügyi Bizottsága látja el. Erről már hétfőn írta a V4 Anna. A finn miniszterelnök azonban elmondása szerint a szívén viseli a jogállamiság kérdését, és az uniós pénzek kifizetését is ehhez kötni. Így nem véletlen, hogy a finnek korábban közölték, hogy a Magyarország elleni 7-es cikkelyes eljárást is felgyorsítják.
Az Európai Unió soros elnökségét betöltő Finnország azon lesz, hogy csökkenjenek a Magyarországnak, Lengyelországnak és Romániának kifizetendő uniós támogatások. Erről a finn miniszterelnök beszélt ország a közszolgálati televíziójának nyilatkozva. Remélem, hogy az ősz folyamán, amikor a többéves uniós költségvetést tárgyaljuk, sikerül is megoldani, így Magyarország, Lengyelország és a többi a jogállamiságot megsértő tagállam tisztában lesz azzal, hogy cselekedetei hatással lesznek az uniós kifizetésekre, mondta Antti Rinne. Finn barátainkkal fogjuk értékelni a magyar jogállamiság helyzetét. A finn kritikára Orbán Viktor Tusnád fürdői beszédében reagált. A miniszterelnök úgy fogalmazott, jó idegek és önuralom kell a párbeszédhez. A Magyarországon számon kér dolgok jelentős részét ugyanis formailag Helsinki egyáltalán nem teljesíti. Hétfőn Budapestre látogat Antti Rinne finn miniszterelnök, akit Orbán Viktor magyar kormányfő fogad majd. A Nézőpont Intézet elemzője szerint világos, hogy Finnország rossz fényben akarja feltüntetni Magyarországot. Ez a finn soros elnökség, amely július 1-től egészen december 31-ig betölti majd ezt a tisztséget, próbálja most legalábbis rossz fényben feltüntetni Magyarországot, próbálja olyan politikai indokokkal lejáratni az országot, amelyeket egyébként korábban Franz Timmermans, Soros György, és most még sorolhatnám a neveket, is felvetettek a magyar kormányzattal szemben. Tóth Erik hozzátette, a találkozó várhatóan a magyar miniszterelnök elegáns hozzáállását fogja mutatni, de érdemi elmozdulást legalábbis a finnek részéről nem fog hozni. Elsőprő győzelmet aratott a jobboldal az előrehozott osztrák választásokon. A Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt a szavazatok több mint 38%-át szerezte meg. A második helyen a szociáldemokraták végeztek, történetük legrosszabb eredményével 21,5%-kal. A Szabadságpárt 17%-ot ért el. Most Ausztriában az a legnagyobb kérdés, hogy milyen koalíció alakulhat. Több ezeren ünnepeltek vasárnap este a bécsi Stadtparkban a néppárt eredményváró rendezvényén. Már az első részeredményeket is óriási üdvrivalgás fogadta, azok ugyanis a vártnál is nagyobb győzelmet jeleztek. A Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt a szavazatok több mint 38%-át szerezte meg. A párt elnökét kancellárként ünnepelték, amikor kora este a pódiumra lépett. Arról beszélt, hogy őt is meglepte pártja jó szereplése. Miközben a szimpatizánsok folytatták az ünneplést, a pártok listavezetői tévéműsorokban elemezték a választási eredményeket. Sebastian Kurz, ahogy a kampányban is, egyelőre nem tette egyértelművé, hogy kivel lépne koalícióra. Azt mondta, hogy mindenkivel tárgyalni fog. Ez történne mi eredmény pártunk számára, ezért az első feladat a köszönet, aztán megpróbálunk jó tárgyalásokat folytatni a parlament többi pártjával, majd megpróbálunk egy kormányt létrehozni, amely az osztrák emberek érdekében dolgozik, mondta az Osztrák Néppárt elnöke. A legutóbbi választáshoz képest visszaeső, de még így is több mint 17%-ot elérő Szabadságpárt vezetői egyelőre úgy nyilatkoztak, hogy ellenzéki szerepre készülnek. A mandátumok száma alapján egyébként egy néppárti szociáldemokrata koalíció is lehetséges lenne, de úgy tűnik, ezt nem szeretné egyik fél sem. A hírek szerint Sebastian Kurz környezetében a néppárti zöld koalíciót tartják a legvalószínűbb forgatókönyvnek, ám tartalmi kérdésekben messze vannak az álláspontok. A néppárt határozott migrációs politikája például biztosan nem egyezik a zöldek elképzeléseivel. Sebastian Kurz például a kampányban azt ígérte, hogy megvonják az integrációra képtelen bevándorlók szociális juttatásait. Ezt a zöldek biztosan megakadályoznák. Szinte közvetett elvárás a nyugat-európai, sőt a német mainstreamtől Sebastian Kurz irányába, hogy a zöldekkel kell együttműködni. Az Alapjogokért Központ elemzője a Kossuth Rádióban arról beszélt, egy néppárti zöld koalíció az unión belül a baloldaliakhoz sodorná Ausztriát. A Nézőpont igazgatója pedig az M1-en azt mondta, Sebastian Kurz mérsékelt jobbközép politikusnak tartja magát. Ezért szerinte kicsi a valószínűsége, hogy a zöldekkel alakítson kormányt. De én egy elhúzódó koalíciós tárgyalásra számítok, tehát könnyen meg lehet, hogy annak a végén több fordulat után folytatódni fog a korábbi koalíció. Elemzők szerint a győztes párt vezetője valószínűleg utoljára tárgyal majd korábbi koalíciós partnerével, a Szabadságpárttal.
Ma helyezik végső nyugalomra Jacques Chiracot, Franciaország egykori államfőjét. A volt köztársasági elnök a múlt héten hunyt el 86 éves korában. Ma gyásznap van Franciaországban. A néhai köztársasági elnök párizsi gyászmisőjén mintegy 30 állam és kormányfő vesz részt. Élőképet látunk a helyszínről. A misét délben celebrálja a Saint-Sulpice templomban a párizsi érsek. Jacques Chirac gyászmiséjén részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is. Már csaknem 10,5 ezer pályázatot adtak be a Magyar Falu programban, jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár azt mondta, hogy a programban idén 16 különböző pályázatot írtak ki a falvaknak, valamint az 5000 lélekszám alatti településeknek is. Úgy fogalmazott, hogy ma zárul az a pályázat, amelyben falugondnoki és tanyagondnoki buszokat lehet beszerezni. Hozzátette, hogy erre a célra 4 milliárd forint van elkülönítve a Magyar Falu programban. Egy pályázó 15 millió forint erejéig igényelhet támogatást busz cseréjére, vagy busz beszerzésére. A mai reggelen 303 darab pályázatot láttunk a rendszerben, tehát 303 pályázó biztosan van. Számítunk még 100-200 pályázóra, hiszen a pályázói aktivitás jellemzően az utolsó napon erősödik fel. Úgy becsüljük, hogy egy 400-500 pályázat jó eséllyel be fog érkezni. Új modern, úgynevezett okos tantermet vehettek használatba a diákok Székesfehérváron, a Szénatéri Általános Iskolában. A teremben helyet kapott egy okos panel, tabletek és 3D nyomtatók is. A város polgármestere azt mondta, hogy szeretné, ha Székesfehérvár minden iskolájában minél előbb lenne ilyen innovatív terem. Cél az, hogy a következő években elérjük azt, hogy minden székesfehérvári iskolába legalább egy ilyen okos tanterem rendelkezésre álljon, és ami nagyon fontos, hogy emögött ott legyen a humán politika, tehát ennek a használatára felkészített, ezt tudatosan használni tudó pedagógusok is dolgozzanak ezekben a tantermekben. Másodfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat több északi megyére az erős szél miatt. Most itt van velünk a részletekkel meteorológusunk Szilágyi Eszter. Eszter, hol, mire kell számítani ma? Köszöntöm a kedves nézőket! Bizony a délután folyamán kellemetlenül szeles időben lehet részünk, leszámítva a déli, délnyugati tájakat. Nagy területen feltámad a nyugatira, északnyugatira forduló szél, emiatt, ahogy Edina is említette, az Országos Meteorológiai Szolgálat többfelé figyelmeztetést adott ki. A citromsárgával jelölt megyékben a legerősebb széllökés értékei elérhetik a délután folyamán a 60-70 km/h, míg a narancssárgával jelölt északi megyékben a legerősebb széllökések akár a 70-90 km/h. Is elérhetik. Mindez síkvidékre lesz jellemző. A magasabban fekvő helyeken, akár hegyvidéki csúcsokon ezt meghaladó 90-110 km/h lökéseket is rögzíthetünk, és ehhez hasonló értékek előfordulhatnak gomoly felhők környezetében is, ugyanis ezek képesek a magasban fújó, viharos széllökéseket lekeverni egészen a felszín közelbe. A késő esti órákban mérséklődik majd a légmozgás, ekkor várhatóan mindenütt megszűnnek a viharos lökések. Szilágyi Eszternek köszönjük szépen! Óviharok dúlnak az Egyesült Államok északnyugati és nyugati államaiban, most Montanában a kormányzó szükségállapotot hirdetett emiatt. Helyenként egy méteres hó és köd borítja a térséget. Több települést elzárt a hó, az utak járhatatlanok és az áramszolgáltatás is megszűnt. Kihalt volt az utca vasárnap reggel Great Fallsban. A sarkvidéki szélben és hóviharban csak néhányan takarították autóikat a vastag hórétektől. A gyerekek viszont élvezték a korai telet, vidáman szaladgáltak a térdig érő hóban. Több utcát elzártak a külvilágtól a kidőlt fák, leszakadt vezetékek. Az utak járhatatlanok voltak, az áramszolgáltatás hosszú órákra megszűnt. Csak itt, az alacsonyabban fekvő részeken 35 cm friss hó esett két nap alatt. Ezzel megdőlt egy 80 éves szeptemberi rekord, mondta a meteorológus. A legkritikusabb a helyzet északnyugaton, Montana és Washington államokban. Az erős széllökésekkel kísért sűrű hóesés miatt helyenként a méteres hóban és a sűrű ködben minimális a látótávolság. Montana kormányzója szükségállapotot hirdetett, mivel teljesen megbénult az állam közlekedése. Hétfőre iskolaszünetet rendelt el. Az előrejelzések szerint az elkövetkező 24 órában még több hó várható. A front ennél is nagyobb területre terjed ki, egyre inkább délnyugat felé húzódik, figyelmeztetett egy meteorológus.
A jelenlegi számítások szerint a rekordhideg és a télies időjárás kitart a hét közepéig. Jelentős közlekedési fennakadások és áramkimaradások várhatók hatalmas területen Kanadától Kalifornia északi részéig.